45-50 fővel táborozunk. Átlag kenyérfogyasztás egy étkezés alkalmával, idén ez 7-8 kiló. Nagyon jó érzés volt így használni azokat a dolgokat, amiket mi két kézzel építettünk meg, meg kötöztünk össze. Cserkészet az életre nevel. Ezáltal tehát azt próbáljuk megtanítani a gyerekeknek, hogy próbáljanak önállóan valamit végezni a közösségért. Jó élmény, meg kalap. Feleljen, Dávid, mit kapok, ha üröm-teába örölt, azt mondja, az gyökerekkel. Természetesen a mákos tészta, ami nagyon sokszor volt. Kedves naplóm! Szörnyű rémálmaim voltak az este, mert a mai napon Pitol professzor dolgozatírás helyett Fidis meccsre akart vinni minket, és elvertük lakat. Tábortüzek mind jók voltak, legfőképpen a Szellőzzük távol című dal. Dementor! Mindig bőségesen van ennivaló. A tábor végeztével én nagyon büszke vagyok a vezetőinkre, illetve a táborozóinkra, de főleg a vezetőinkre.